és nem érzi azt, hogy Miskolcon mi nehéz volt felépíteni azt a ténylegesen hosszú és mindenki számára elégedett tömegközlekedés, most pedig pillanatok alatt ezt úgy el lehet tiporni, föl lehet borítani, és egy olyan járatritkítással még ezt oldani a dupla áremelés után, azt hiszem, hogy ez már nagyon irreális és nagyon sértő a miskolci lakosok számára. Ezt át kéne gondolni, és ezt nem szabad tovább engednünk, hogy ezt tegyék. Én azt hiszem, hogy mint a dr. Tompa Sándor képviselőtársam jelezte, március 15-én és 16-án biztos, hogy nem volt jó időjárás, de azért Miskolcra nem ért el az a, azt mondom, ítéletidőt, amit Durántúlt sújtotta. Biztos, hogy volt hó, volt latyak. Én nem hiszem, hogy én is naponta járom az utakat, hogy akkora problémát okozhat ez az MBK, ZRT autóbuszain, ami szinte egy hónapra kivonja a buszokat a forgalomból. Főleg egy busz számára azt hiszem, hogy az a 10-15 cm-es hó és latyak az nem okozhat ilyen meghibásodást és ilyen problémákat, amiket nem lehet lassan egy hónapja pótolni. Úgyhogy kérnénk szépen, hogy ezt gondolják át, ne hülyítsék tovább a miskolci lakosokat, utazó közönséget, legyenek őszintébbek. Érezzük most már, hogy több mint 3 éve, vagy lassan 3 éve Miskolc a titkok városa, közbeszerzésben, tájékoztatásban, minden egyébben teljesen más információk jönnek ki. A minapban ugye általában mindig csak a viszont válasz fog megérkezni, gondoljuk most is a viszont válasz fog megérkezni, mire javatjuk Miskolc város lakosait, de az az baj, hogy az élet és a napok minket igazolnak vissza e tekintetben, amiket hetekkel, hónapok előtte jelzünk. Jó lenne, hogyha ez a folyamat egy kicsit megváltozna, és komolyabban vennék ezt. Jó lenne, hogyha Kriszt Ákos polgármester az önállítás helyett és az önreklámozás helyett dolgozna, és a pénzeket, mint a minap 50 millióját, akkor pedig szánná a tömegközlekedés, hogy a minapnak az 50 millióval való költségnek a megemelésével inkább fordította volna Miskolc város közlekedésére, az óriás plakátokat inkább fordítaná Miskolc város élhetőbb ételére, mint az, hogy önmagát fényezze. Én azt hiszem, hogy neki és nekünk az a dolgunk, hogy az emberek díjaznak minket, hogy mi jól vagy rosszul dolgozunk, nem magunkat kell reklámozni heteken, hónapokon keresztül súlyos 10 milliókért. És fel szeretnénk tenni azokat a kérdéseket, és komolyan várnánk rá a választ, mert ritkán szokott megérkezni a válasz, amely kérdéseket felteszünk, mert ez úgy gondoljuk, hogy mind az utazóközönség, mind Miskolc számára nagyon fontos lenne, hogyha valaki megválaszolná ezeket a kérdéseket. És akkor pontba szedve felolvasnám őket. A kérdéseink, mint az MBK ZRT, a Holding, illetve polgármester úrhoz. Hány és milyen típus autóbuszok sérültek meg darabszám típus azonosító szerint? Milyen sérülések történtek? Milyen alkatrészek azok, amelyeket hónapig kell várni, illetve beszerelésükre? És miért ilyen nehezen szerezhető be? Kik az alkatrészek szállítói, gyártói? Milyen pluszköltséget jelent a káresemény, illetve van-e biztosítása az MVK ZRT-nek a járművekre? Hogyan kezeli az MVK ZRT az elmaradt kb. 500 millió forintos állami támogatást, amire még nem tudjuk mindig, hogy milyen egyezkedés vagy egyesség született, vagy milyen egyeztetések történnek? És hogy miért csökkent jelentősen az autóbusz állománya az MVK ZRT-nél? Ezek azt hiszük, hogy nem csak a mi kérdéseink, hanem a utazóközönség és Miskolc város lakóinak a kérdései is. Hiszen ők azok, akik nap mint nap megpróbálnak munkahelyekre, iskolába bejutni az MVK ZRT járatain, amely az utóbbi egy hónapban nehézkes és kiszámíthatatlan. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen!